Az egész világ értékeit védjük, és az ukrán emberek fizetik a legnagyobb árat. Valóban a szabadságunkért harcolunk, valóban meghalunk, nem fikció vagyunk. Egy atomhatalommal harcolunk, amely a világ elpusztításával fenyeget, fogalmazott Volodymyr Zelenszky a CBS News-nak adott interjújában. Az ukrán elnököt kérdező amerikai újságíró megjegyezte, hogy az Egyesült Államok eddig mintegy 70 milliárd dollárral járult hozzá Ukrajna háborús erőfeszítéseihez, amire Zelenszky azt válaszolta, hogy hálás a támogatásért, de úgy gondolja, hogy az USA ezzel nem csak Ukrajnát támogatja. Ha Ukrajna elbukik, Putyin biztosan tovább fog menni. Mit fog tenni az Amerikai Egyesült Államok, ha Putyin eléri a balti államokat, amikor eléri a lengyel határt? Tette fel a kérdést Zelenszky, majd hozzáfűzte, az egész világnak el kell döntenie, hogy meg akarjuk-e állítani Putyint, vagy egy újabb világháborút akarunk. Putyint nem tudjuk megváltoztatni, de megállíthatjuk. A fronton zajló harcokkal kapcsolatban az államfő megjegyezte, hogy ez egy nehéz kérdés. Megállítottuk az orosz offenzívát és ellentámadásba lendültünk, de ez nem halad túl gyorsan. Fontos, hogy minden nap előre haladunk és területeket szabadítunk fel, fogalmazott az ukrán elnök. A közelgő téli időjárásnak az ellentámadásra gyakorolt hatásával kapcsolatos kérdésre Zelenszky azt válaszolta, hogy nem szabad időt veszíteni. Felejtsük el az időjárást és hasonló tényezőket. Azokon a helyeken, ahol nem tudunk páncélozott járművel átjutni, repülni fogunk. Ha nem tudunk repülni, drónokat küldünk. De nem szabad Putyinnak szünetet adnunk, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszky.